1 Korintus 1, 18. verstől. A keresztről szóló üzenet bolondság azok számára, akik elvesznek. De számunkra, akik az üdvösség felé haladunk, Istennek erejét jelenti. Ahogy az írás is mondja, lerombolom a bölcsek bölcsességét, az értelmesek értelmét pedig semmivé teszem. Mire jut itt a bölcs? Mit akar az írástudó vagy a divatos filozófus? Hiszen Isten már egy korszak minden bölcsességéről bebizonyította, hogy bolondság. A bölcsisten úgy határozott, hogy a világ a saját bölcsessége által ne legyen képes őt megismerni. Ezért Isten abban leli örömét, hogy a bolondságnak látszó örömhír üzenetével menti meg azokat, akik azt hittel elfogadják. A zsidók csodás jeleket kívánnak, a görögök meg bölcsességet keresik. Mi azonban egyedül Krisztust hirdetjük, akit a keresztre feszítve megöltek. Ezen azonban a zsidók megütköznek, a nem zsidók pedig fel sem tudják fogni, hanem értelmetlenségnek, vagy a Károli szerint bolondságnak tartják. A meghívottak számára viszont, akár zsidók, akár nem, Krisztus valójában Isten ereje és bölcsessége. Mert amit az emberek Isten bolondságának tartanak, az bölcsebb minden emberi bölcsességnél. Amit pedig az emberek Isten gyengeség jelének tartanak, az is erősebb minden emberi erőnél. Testvéreim, amikor Isten elhívott benneteket, nem sokan voltak közületek, emberi bölcsesség megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelő származásúak. Gondolkozzatok ezen. Mert Isten azokat választotta, akiket ez a világ bolondoknak tart, hogy ezáltal megszégyenítse a bölcseket. Azokat választotta, akiket a világ gyengének tekint, hogy megszégyenítse azokat, akiket erősnek tartanak. Azokat választotta, akiket a világ megvet, és semmibe vesz, hogy semmivé tegye azokat, akiket a világ sokra tart. Mindezt Isten azért tette, hogy előtte senki ne dicsekedhessen. Isten az, aki véghez vitte, hogy ti Krisztusban vagytok. Így lett Krisztus a mi bölcsességünk, és általa fogadott el Isten bennünket. Krisztusban választott külön minket Isten a maga számára, és általa váltott meg bennünket, amit az írás mondja, aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék. Húsvétról emlékezünk ezekben a napokban, és az én üzenetem is erről szól. A címe az, hogy íme az ember. Ez a mondat, ez a tőmondat, ez Pilátus szájából hangzik el, amikor kihozza Jézust a nép elé, megveszőzve, megostorozva. És elhangzik egy másik helyen is ez a Szentírásban, ez a mondat, ez a tőmondat, ugyanígy. És ezt a Mózes első könyvében olvassuk. Mózes első könyvében mondja az örökkévaló, a mindenható Isten Ádámnak, Ádámról, hogy íme az ember, jónak és rossznak tudója, aki olyanná lett, mint mi közülünk egy. És hogy mindjárt közepébe menjek az üzenetemnek. Először Isten mondja az embernek, aki elbukott. Utána az ember mondja az Istennek, aki ezáltal győzött. Ugyanaz a mondat. 4000 év távlatában teljesen más értelmet kapott. Ugyanaz a mondat kijön az Isten szájából, és ugyanaz a mondat kijön egy pogány, istentelen, helytartó szájából, akinek talán fogalma nem volt arról, hogy mit beszél. Talán úgy, mint a főpapnak, amikor azt mondta Kajafás, hogy jobb, hogy
hogy egy ember vesszen el a népért, mint hogy az egész nép elvesszen. És azt olvassuk, hogy nem tudta, hogy jövendőt mond. Pilátus sem tudhatta, hogy idéz a Szentírásból, hogy az örökkévalónak a szavait idézi. Az emberiség történetében nagyon sok jó és hit hőse, harcosa ember volt. És voltak rossz emberek is, a szó minden értelmében. De egy dolgot ma különösen végig kell gondolnunk, hogy az emberiség történelmére tulajdonképpen két ember hatott igazán. Két ember, aki meghatározta az egész emberiségnek a történelmét. A két ember az első Ádám, aki elbukott. A másik ember az utolsó Ádám, aki győzött. De úgy győzött az utolsó Ádám, hogy azt senki nem gondolta, és senki nem tudta. És senki nem gondolta végig, hogy milyen ára lesz annak, amit Isten ott akkor mondott. Isten mindent tudó, ő mindent tud. Amikor odaállította Ádámot, kiűzve az Éden kertjéből, és odaállította, és azt mondta, hogy íme az ember, akkor vajon gondolta-e Isten, ott akkor, abban a pillanatban, Isten mondom, mindent tud, természetesen tudta, hogy milyen ára lesz ennek. Hogy mivé lesz az ember. Hogy az a nagyság, az a dicsőség, az az Istenhez való hasonlóság, amire teremtette az embert, hogy a földet művelje, hogy szaporodjon, sokasodjon, hogy édenné tegye az egész földet, hogy végrehajtsa az Isten akaratát, az oda vezet, hogy az ember, aki ilyen hatalmas elhívást kapott, aki ilyen óriási lehetőség birtokában volt, hogy oda jut, ahova jutott. És hogy ezért el kell jönnie az Istennek, és emberré kell lenni az Istennek, hogy megváltsa az embert. Ez a keresztény világnak a legnagyobb megemlékezése, ha tetszik, ünnepe. De ahogy Pál apostol itt mondja, ez a botrányoknak a botránya. Azt mondja Pál, hogy a kereszt az botrány. Két dolgot mond, botrányt és bolondságot. Miért botrány? Azért botrány, mert milyen vallás az, amelyiknek az alapítója ilyen rútul, meggyalázva, szétverve, kigúnyolva, erőtlenül és szótlanul, Istentől és emberektől, barátaitól és mindenkitől elhagyva. A legdurvább, az emberiség történetében egyik legdurvább kivézgő eszközön ott van szótlanul. Milyen vallás ez? Mi ebben a jó hír? Ezért vagyunk annyira oda. Maga a gyengeség. Maga a kudarc. És mindenki azt gondolta akkor. Énekeljük egy dalba. A vele járó emberek mind elhagyták. Mindenki azt hitte, hogy vége. Vége a dolognak. A messiás, aki magát Krisztusnak felkennek mondja, némán, szétverve, véresen, meggyalázva, megalázva pusztul el mindenki szeme láttára. Botrány. Botrány. Igen, botrány. Az egyetlen igaz, az egyetlen szent, az egyetlen tökéletes, az egyetlen, aki csak jót tett, így végzi. Botrány, mert megmutatja, hogy ki az ember. Botrány, mert megmutatja, hogy ki vagy te, és ki vagyok én. És kik voltunk valójában. A 4000 év hova juttatta az emberiséget?
hogy amikor mondja Jézus a példázatban, hogy elküldi a szolgáit, amiután kiadta a munkásoknak a munkát, hogy végezzék el, és ütni veri kezdik azokat a munkásokat, akiket elküld a gyümölcsökért, a bérért. Azt mondja, végül elküldi a fiát. Azt talán megbecsülik. Isten nem tudta. Persze, hogy tudta. Ő mindent tud. Nem tudta, hogy amikor jön a fiú, akkor az hogy lesz? Tudta. Vajon amikor megátkozta a földet, hogy tövist és bogáncsot teremjen, tudta, hogy ott fogja végezni a tövis a Mesiás fején? Vajon megátkozta volna a földet? Nehéz kérdések ezek. És Pál apostol nem véletlenül kommentálja úgy, ahogy kommentálja. Semmi nem változott, azóta pedig eltelt 2000 év. Ugyanúgy bolondság és ugyanúgy botrány. És mi ugye Bibliát ismerő emberek is olvasva a passió történetet, tudjuk, hogy nem ez a vége. De azért mondtam ezt ilyen drámaian, mert meg kell értenünk, hogy az Isten emberré vált. És hogy énekeltük, hagyta, hogy meglássuk őt, meglássuk az arcát. És ott volt. Ebben a pillanatban ment el az ember legmesszebb, amennyire csak elmehetett, ahogy a példázatban is halljuk Jézustól. A legmesszebb ment el. Az egész emberiség. És nehogy azt gondoljuk, hogy csak ők ott, akkor. Ott te is, én is ott voltam. Ott mindnyáján ott voltunk, és mindnyáján azt kiabáltuk, hogy feszítsd meg. Mindnyáján azt mondtuk volna, hogy nem méltó az életre. Mindnyáján azt kiabáltuk volna, hogy engedd el a Barabást, aki rablógyilkos volt. És feszítsd meg őt. És mindnyáján részesei voltunk, ha tetszik, ha nem. Mert az első Ádámban voltunk. És az első Ádámnak ez volt a gyümölcse. Ez volt az egész tevékenységének a kimagasló, a legfontosabb, a legdrámaibb gyümölcse, ami ott történt akkor. Minden esetre ez az esemény messze túlmutat azokon, akik akkor ott részt vettek, mint szereplők. Túlmutat Kajafáson, túlmutat Annáson, a főpapokon, túlmutat a Sanhedrin, aki először ítélte el úgy, hogy teljesen a saját törvényeik szerint is teljesen elfogadhatatlan volt. Elfogadhatatlan volt, hogy éjszaka mondanak ki ítéletet. Elfogadhatatlan volt, hogy nem vártak 24 órát, hogy végig gondolja mindenki. És egy csomó dolog, amit elkövettek akkor a saját törvényük megszegésével is. Túlmutat Pilátuson, a prokonzulon, a helytartón, aki a hatalma féltése következtében ott van. Túlmutat a tanítványokon, akik elhagyták, akik elfutottak, akik némelyik elárulta, kettő is, nyíltan elárulta, a Judás is, és a Péter is. És az árulásban semmi különbség nem volt, de a szívben nagyon nagy különbség volt, és Isten ezt látta. Túlmutat ezeken az embereken, túlmutat azokon, mindazokon, akik templomőrei, a katonákon, és mindazokon, akik ott voltak, de mindegyikőjük, te meg én, mindegyikőjük, akik ott voltak, amin túlmutat ez az esemény, megjelenítik az embert Kajafástól a katonákig bezárólag végig. És tudomásul kell venned, és nekem is tudomásul kellett vennem, és kell vennem, hogy mindegyikünk a maga területén, mindegyikünk a maga emberi mi voltában,
meggyaláztuk és leköpdöstük őt. Elutasítottuk őt. Nem gondoltunk vele. Holott ő azért lett ember, amit a 8. Zsoltárban mond Dávid, hogy kicsoda az ember, hogy gondod van rá. Kicsoda az ember, hogy ekkora áldozatot, ekkora árat fizetsz érte. Kicsoda az ember, hogy egyáltalán foglalkozni kéne vele. Egyszer volt, amikor az örökkévaló azt mondta, hogy azt olvassuk, hogy megbánta, hogy az embert teremtett a földre. Kicsoda az ember? És ez az én üzenetem lényege. Kicsoda az ember? Mit mondhatunk az emberről? Mit mond a Szentírás az emberről? Az emberről elmondhatjuk azt, amit a Szentírás mond, hogy az Isten teremtett lényei közül az egész teremtett világban a legmagasabb rendű rangú lény. Nincs hozzá hasonló. Az, hogy emberek vagyunk, maga az a tény, hogy embernek teremtett bennünket az Isten, ez önmagában is egy óriási, felfoghatatlanul nagy dolog. Isten nem gépet teremtett, Isten nem egy robotot teremtett, Isten nem olyan lény teremtett, akit ő beprogramoz előre, hogy aztán azt tegye, amit ő jónak lát, hanem Isten egy vele egyenrangú, Isten egy elképesztően nagy hatalommal, egy felfoghatatlanul nagy valami csodálatos lény gyúrt össze bennünk, amikor megformáltott a föld porából, és belénk lehelte az életnek a leheletét. És létrehozott ezzel egy olyan szemét, megteremtett ezzel egy olyan szemét, akiről nyilvánvaló volt, hogy mindaz a dicsőség, mindaz a nagyság, mindaz a bölcsesség, mindaz az értelem, mindaz a kreativitás, az ő ellene is működhet. És ezt a szabad akarattal együtt nekünk adta. Neked és nekem. És ezek az emberek itt, akiket felsoroltam az imént, bemutatták velünk együtt, hogy nem tudtunk élni azzal a szabadsággal, azzal a hatalommal, amit adott nekünk az Isten. Az életünk arról szól, hogy hogyan élünk vissza. Arról szól az életünk, és arról szólt az életünk, hogy hogyan játsszuk ki. Arról szólt az életünk, hogy hogyan tudjuk a saját javunkra fordítani, figyelmen kívül hagyva az Istent, figyelmen kívül hagyva a Teremtőt, aki azért teremtett minket, mert szeretett bennünket. Azért teremtett minket, hogy a szeretetének a visszatükröződése lehessünk. Azért teremtett minket, hogy élvezzük azt az elképesztően nagy szabadságot, amire ő elhívott és megteremtett bennünket. Ezek az emberek ott akkor mindegyik külön-külön állást foglalt. És mindegyik külön-külön az ő állásfoglalásával ízig-bérig bemutatta azt, hogy az ember elbukott, az ember méltatlan volt, az ember nem tudta működtetni, nem tudott élni azzal a lehetőséggel, amit Isten adott neki. Ezek alól azok az emberek kivételek, valamilyen formában, de kivételek, akiket a hit hőseinek mondunk. De ők is csak korlátozottan, és ők is nagyon tudva, hogy az egész emberi mi voltuk nál fogva egyrészt gyenge cserépedények. De az Istennek a kegyelme és az Istennek a nagysága az, hogy ebbe a cserépedénybe olyan értéket helyezett bele, ami teremtéskora nösámá, az ő lehelete volt. Később pedig a Szent Szellem, az a ruach, aki azért jött, hogy bennünket Isten igazságaira elvezessen. Tehát az előbb felsorolt emberek
velünk együtt, mindegyike, a saját döntése alapján foglalt állást. És innentől kezdve, a kereszttől kezdve, nincs arany középút. Ahogy mondtam, két ember van. Az egyik, amelyik bűnbe vitte az emberiséget, és ennek nyilvánvaló gyümölcsei végig megjelentek az ember életébe, és jött egy másik ember. És itt a válaszom arra, hogy miért kell emberré lenni, miért kell az Istennek foglalkozni ezzel a fajjal, miért kell ezért ilyen áldozatot hozni. Miért? Azért, hogy legyen egy másik út. Hogy lehessen egy másik út. És ezért mondja Jézus, amikor bejelenti, én vagyok az út, az igazság és az élet. És senki sem mehet az atyához, csak rajtam keresztül. A keskeny út, amiről beszél Jézus, testvérek, a keskeny út nem egy földrajzi út. Erről már beszéltünk. Nem egy földrajzi út. A keskeny út egy személy. És őt úgy hívják, hogy názáreti Jézus Krisztus. És hogyha Jézusban vagy, akkor a keskeny úton vagy. A széles út pedig mindazok az ideológiák, teóriák, mindenféle kultuszok, amelyek ezen kívül vannak. Nincs más út. Van egy széles út, és van egy keskeny út. Nincs más, mint két ember. Egy elbukott ember, és annak minden bűne és következménye, és egy szent és tiszta és ártatlan ember, annak minden áldásával és következményével együtt. Nincs két örökké valóságban eltöltött hely, vagy a menny, vagy a pokol. Nincs középút. Akkor és ott a kereszten megszűnt a köztes út. Nincs ilyen. És innentől kezdve nincs más viszonyulás, csak kettő. Az egyik az, hogy elhiszem és elfogadom, a másik az, hogy elutasítom. És hogyha nem is formálisan utasítom el, de nem hiszek benne, azzal elutasítottam. Azzal bekerültem egy olyan pozícióba, ami maga az elutasítás. Biblia ilyen szigorúan nézel, abba fogom hagyni. És gondolkodik? Miért vállalta föl Isten az embert? Miért bújt bele az ember bőrébe? Miért lett emberré a mindenható Isten? Ez a következő kérdés. Miért? Erre csak egyetlen egy válaszunk van, különösen azután, amit elmondtunk, ez a kereszt botránya után. Egyetlen egy válasz van, de az a válasz a válasz. És ez a válasz pedig az, hogy mert szerette az embert. És erre nincs a szeretetre, a szerelemre nincs magyarázat. A szerelem az nem úgy működik, hogy elmondjuk, hogy ezt így kell csinálni. A szeretet az nem programozható. A szeretet az nem olyan, hogy hát egyszer van, egyszer nincs. Az Isten szeretete meg végképp nem olyan. Az Isten szeretete az egyetlen válasz arra, hogy miért függött ott a Mesiás emberként, meggyalázva a kereszten. Átélte az emberi létnek, az emberi életnek minden mélységét. Átélte azt, hogy embernek lenni, mekkora dicsőség egyik oldalról, és mekkora kihívás a másik oldalról. És mindezt azért tette, hogy te, aki emberként ma, 2000 évvel Jézus Krisztus halála és feltámadása után élsz, és hallod, és látod, és megismered az evangéliumot, akkor tudd meg, hogy Isten mindennél és mindenkinél jobban szeretett téged.
És ez volt az egyetlen magyarázat arra, hogy ő oda ment föl a keresztre. Az emberi létünk az a földi létünkhöz kötődik elsősorban. Ugyanis amikor kimegyünk majd ebből a földi létből, akkor is emberi formánk marad, meg fogjuk ismerni egymást, de azt látjuk a Szentírásból, hogy valamilyen átváltozáson, átformálódáson fogunk átmenni, és úgy, mint Jézus, aki az első szülött és az első küldött ebben, létrejött és létrejön egy új, úgy is mondjuk ezt, hogy egy új faj. És ez a mennyben egy ilyen Isten-ember ötvözetként lesz jelen. És ezért mondja, és beszéltünk róla most nagyon sokat az Isten fiúság kapcsán, hogy most Isten fiai vagyunk, mondja János apostol az 1 János levélben. De még nem tudjuk, hogy mivé leszünk, de azt tudjuk, hogy meg fogjuk látni őt, amint van. Az 1 Korintus 15-ben Pál apostol beszél arról, hogy amikor a testünk föl fog támadni, akkor egy mennyei testet kapunk. Mert azt mondja, hogy amilyen a földinek az ábrázata, olyan a mennyeinek is. És ha hordoztuk a földi ábrázatát most, emberek, akkor hordozni fogjuk a mennyeinek is az ábrázatát. Tehát az ember, aki itt a földön él, és az az ember, aki alkalmas volt arra, hogy befogadja az Istent az ő bőrébe, az ő testébe, az ő valójában. Ez az ember a legmagasabb rendű lény, aki létezik ebben a világ mindenségben, univerzumban, a kijelentett igazság szerint. Ez az ember volt az Isten igéje szerint, akit az angyalok is irigyeltek, akit az angyalok is idézőjelbe, az angyalok is vágyták, nézték, vizsgálták, hogy mi lesz ebből, hogyan fog ez az ember megnyilvánulni, mi lesz ennek az embernek a valósága, hogyan fog működni a valóságban. És látjuk, mert Jézus bemutatta, hogy kinek és minek teremtett bennünket az Isten. Látjuk azt, hogy a Jézus életén és szolgálatán és munkáján látjuk azt, hogy az embernek micsoda hatalmas elhívása van. És itt mindjárt azt szeretném nektek mondani, hogy ez rád is igaz. Rád is igaz, hogy az életedet meghatározhatja az Ádám, az első Ádám, és az életedet meghatározhatja az utolsó Ádám. Rád is igaz az, hogy amiben hiszel, akiben hiszel, azzá változol. Rád is igaz az, hogy benned az emberben, emberbe bejött az Isten. És ez akkor történt meg, amikor a Szent Szellemmel bemerítkeztünk, amikor betöltekeztünk Isten szellemével. És ezért ma mindnyájan, akik ugyan még testben, emberi testben vagyunk, de Isten szellemének, Istennek a hordozói vagyunk. Isten van benned, János, meg Saci, meg többiek, meg mindnyájan. Isten van benned. És az Isten munkálkodik benned. És az Isten végzi el azt a munkát, amire ő elhívott téged és engem. És ugyanaz a Szent Szellem, aki benne volt Jézusban, aki Jézus, akitől Jézus született, akitől Jézus fogant, aki végig vitte Jézust az egész úton, az emberi létének az egész útján. Ugyanez az ember, ugyanez a szellem van te benned az emberben. És ezért vagyunk új teremtések, teremtetve a Krisztus Jézusban. Óriási kiváltság, óriási dicsőség az, ami a részünk lett. Jézus emberként halt meg, és emberi vér folyt ki belőle. És ez az emberi vérről azt olvassuk, hogy ez hatalmasabb volt minden más vérnél. Két vér is volt, amiről olvasunk, hogy Istenhez kiáltott. Az egyik az Ábel vére, a másik a bárány, megölt bárány, Jézus Krisztusnak a vére. És az Ábel vére az egy
ítélet hozatalért kiáltott, az egy igazságtételért kiáltott. Az azért kiáltott, hogy nem lehet az, hogy egy ártatlan vér hiába folyjon ki. Jézus vére pedig, amely külön volt minden állat vérénél, nem lehet összehasonlítani. Nem lehet az állatok vérét, az állatok áldozatát összehasonlítani Jézus Krisztus áldozatával. Akármennyi bikát, bárányt, bármennyit leöltek. Milyen paradoxon, hogy azért siettek az akkori időben a zsidó emberek, hogy a páska bárányt zavartalanul elfogyaszthassák. Azért igyekeztek megölni az Isten bárányát. Hogy az a birkának, aznak a báránynak, annak a húsvéti báránynak a vérét utána fölkenjék a szellemüknek, szívüknek, lelküknek, életüknek a szemöldök fájára. Hogy az a törvény, amit Isten adott az embernek arra, hogy áldásul legyen, hogy azzal a törvénnyel és arra a törvényre hivatkozva ítélték halálra azt, aki az Isten báránya volt. Micsoda ellentmondás, micsoda tévedés, micsoda vakság és sötétség. És ne gondoljuk azt, hogy ma más az ember. És ezért nem tehetjük azokat az embereket felelőssé. Noha felelősségük volt ebben. Azért nem tehetjük őket csak felelőssé, mert te meg én ugyanúgy benne voltunk a balhéba. Ugyanúgy részesei voltunk az eseményeknek. És az a vér, az mindennél különb vér volt, de ez a vérről azt olvasok, hogy egyrészt kifolyt a földre, amikor beszúrta a láncsáját az a bizonyos katona, aki lehet, hogy az a százados volt, aki utána azt mondta, mondják az írásmagyarázók, nem tudjuk biztosan, hogy bizonnyal ez Isten fia volt. Hogy ott hitre jut. És víz és vér kifolyik, és egyrészt a föld beitta a vért. Ugyanaz a föld, amelyik beitta az Ábelnek a vérét, beitta Jézus vérét, és ugyanez a föld, ez a vér, ezt a földet megszabadította az átoknak, a halálnak, a bűnnek, a betegségnek a hatalmából. És ugyanez a vér volt az, amit Jézus bevitt a Szentek Szentjébe, olvasuk a zsidó levélbe, hogy nem bikák és nem bakok vérén, hanem az ő tulajdon vérén keresztül ment be. És úgy hiszem, hogy ott letette a vért, és azóta ott van ez a vér, és azóta ott van ő, mint főpap, és ő emberként is van ott. Igen, emberként is, de egy megdicsőült emberként van az Atya jobbján, és főpapként esedezik, és közben jár értünk. És ezért a feltámadással, a harmadik napon, az üres sírral minden megváltozott. És onnantól kezdve teljesen más az Istennek a megítélése az emberiséggel kapcsolatosan. Onnantól kezdve az utolsó Ádámnak az engesztelő áldozata meghatározza az egész emberiségnek a történelmét. Onnantól kezdve az utolsó Ádám hordozza imában, főpapként, közben járva az emberiségért, ott tartva a vért az Atya ítélete előtt, azért, hogy megtérjünk és éljünk. És emberi létünkből fakadóan, emberként tudunk megtérni az élő Istenhez. És ha kilépünk ebből a testből, akkor már ez nem történhet meg. Tehát az emberi létünk ide köt a földhöz. Az emberi létünk azt mutatja, hogy itt a földön az ember a legmagasabb rendű lény. Azt mutatja, hogy itt a földön az embernek küldetése van. Azt mutatja, hogy itt a földön az ember végrehajthatja, bemutathatja, valóságossá teheti azt, hogy kicsoda ő Krisztusban. És amikor evangelizálásról és az emberek megszólításáról beszélünk, akkor azért beszélünk erről, mert most te és én vagyunk az a lehetőség, aki elviszi a jó hírt, aki elviszi az öröm üzenetet a másik ember felé. Azért, hogy megismerjék az igazságot. Azért, hogy fölismerjék azt, hogy miről szól
a húsvét, hogy nem egy aranyos, kellemes ünnep egy évben, hanem a húsvét az az egész világ történelemnek, az egész emberiség történelmének a kulcsa, a kulcshordulója a megváltásban. Létrejön egy új faj Jézus föltámadásával. Létrejön egy ötvözete az isteninek és az emberinek. És ez az Isten-emberi faj lehetsz te és lehetek én. Aminek az előszobája most a földi létünkben az, hogy bennünk van az Isten szelleme, aki elpecsételt bennünket, és aki által kiáltjuk, hogy Abba, szerelmes Atya. És ez a Szent Szellem, ami szellemünkkel együtt bizonyságot tesz arról, hogy az Isten gyermekei vagyunk. És bizonyságot tesz arról, hogy egyszer, amikor oda fogunk Isten elé kerülni, akkor mi is olyanok leszünk, mint ő, mert meglátjuk őt, amint van, mondja János levél. Ezt Jézus Krisztus mutatta be. És tette valóságossá. Mi ebből a tanulság a számunkra? Milyen konklúziót kell levonnunk? Azt, amit a Biblia aztán olyan sok helyen mond, hogy kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és az nem tőletek van, hanem Isten ajándéka ez, és nem cselekedetből, hogy senki se kérkedjék. Ez az Istennek a szeretete. Ez az evangélium. Ez az örömhír. És utána, amikor Jézus föltámadt a halálból, és harmadnapon kijött a sírból, és fölment a mennyben, miután beszélt és bizonyságot tett a tanítványoknak, akkor azt mondta, hogy innentől kezdve, fiúk, tiétek a pálya. Innentől kezdve ti vagytok az én követeim. Innentől kezdve menjetek el, és tegyetek minden népet az én gyermekemmé, tanítványommá. Kereszteljétek, merítsétek be őket. Szolgáljatok feléjük. A legnagyobb küldetésed, a legnagyobb elhívásod, az belül vagy, az vagy, aki belül vagy. Az a te elhívásod. Az, hogy új teremtés vagy Krisztus Jézusban. És Isten gyermekeként, Isten megváltásának a tanújaként minden ígéret a tiéd. Minden, amit Isten megígért Ádámnak és elvesztette, az Krisztusban visszakerült hozzád. Az egészség, a bűnbocsánat, a szabadság. Annyira hatalmas dolog. Emberek életüket adták azért, hogy földi szinten szabadságban éljenek. És hősök voltak, és igen, azok voltak valamilyen formában. Igen. De Isten pedig arra hívott el téged és engem, hogy mi a mennyei szabadságnak, a mindenek feletti szépségével, gyönyörűségével éljünk és járjunk. Ezért mondja Pál, hogy minden szabad nekem, de nem minden használ, természetesen gyorsan hozzátesz. A szabadsággal élni kell, a szabadsággal élni tudunk, a szabadság, mint embernek, megadatott. És hívő emberek sokszor látom, kérdezik, hogy miért jönnek azok a dolgok, és annyit beszéltünk az elmúlt hetekben erről. Miért jönnek olyan körülmények, amik jönnek? Miért kerülünk bele nehézségekben? Miért van az, amit valaki így fogalmazott, hogy a sebeink és az erőtlenségeink, azok a repedések, amelyeken keresztül az Isten kegyelme beárad az életünkben. Miért van az, hogy szembe kell néznünk szükségekkel, nélkülözésekkel, betegséggel és egyebekkel? Miért? Miért van az, hogy utoléri ezt az embert? Azért, mert Isten meg akar bennünket tanítani egy nagyon-nagyon fontos dologra, hogy az övé vagy, hogy Krisztusban megvannak bocsájtva a bűneid, Krisztusban minden áldással, amit Isten adhatott az embernek, azzal meg vagy áldva. És Jézus, amikor ott volt a kereszten,
és azt mondta, hogy elvégeztetett, akkor ez végeztetett el, és ehhez nem tud senki és semmit hozzátenni. Ehhez egyetlen egy értelmes és helyes magatartás lehet az embernek, hogy elfogadom, és megköszönöm. És utána élek vele, mert a szabadságodat hívőként is megtartottad, az önrendelkezésedet hívőként is megtartottad. És az, hogy döntesz minden nap helyzetekben, az a tiéd a döntés. És dönthetsz úgy, hogy fölveszed a hitelt, és dönthetsz úgy, hogy nem veszed föl a hitelt. És dönthetsz úgy, hogy elkövetsz egy bűnt, és dönthetsz úgy, hogy nem követed el azt a bűnt. És dönthetsz úgy, hogy elfogadod a betegséget, és meghalsz betegen, és dönthetsz úgy, hogy elutasítod a betegséget, mert Isten fia nem lehet beteg. Mert a fiak szabadok. A fiak áldottak. A fiak egészségesek. És higgy ebben, és hogyha nem is gyógyulnál meg, akkor is ez legyen az élet filozófiád, ez legyen a hozzáállásod, és meg fogsz gyógyulni, és meg fogsz szabadulni. És ahogy beszéltem pár hete róla, de ne kételkedj, ne légy bizonytalan abban, aki vagy, és ne légy bizonytalan abban, ami az örökséged. És ez az örökség, ez Isten fiaként is a tiéd, és ez az örökség emberként is. Az elbukott Ádámot helyreállító utolsó Ádám örököseként élsz és jársz is vagyunk ebben a világban. És élj ezzel a szabadsággal. És bíz abban, aki elkezdte benned a munkát. Borzalmas az, és egy nagy megnyomorítás az, amikor a hívő emberek bizonytalanságban vannak. Amikor olyan emberek, akik Jézussal élnek és járnak, elbizonytalanodnak. Csak egy példát a passió történetből. Azt mondja Jézus az utolsó vacsorán, hogy egy közületek el fog árulni engem. És mit gondoltok, hogy kivette magára ezt a dolgot? Na kivette magára szerintetek? Mindenki. Mindenki. Mindenki azt kérdezi, én vagyok. Mester, én vagyok. Én vagyok. Hol volt az identitás? Hát ezek az emberek 3,5 évig Jézussal éltek és jártak. Hatalommal mentek ki, démonokat űztek. Betegeket gyógyítottak. Visszajöttek és azt mondták, Uram, működik a te nevedben. És azt mondja Jézus, hogy egyikötök ma éjjel el fog árulni engem. És mind a 12, helyesebben 11 elbizonytalanodott. A 12. megment és megcsinálta. Ő is megkérdezte. Mindegyik megkérdezte, mert ott egy ilyen... Ja, csak nem én leszek az, csak nem én vagyok az. A Péter azt mondta, hogy én veled, halálba is. Mit tett? Az, ha mindenki, én akkor sem. Mondta Jézus, Péter, nem szól a kakas. És 3-szor. Az ellenség ezért jött. Az ellenség ezért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Az ellenség azért jött, hogy elbizonytalanítson. Elbizonyítson az Isten fiúságodban, elbizonyítson abban, hogy emberként micsoda dicsőséget, micsoda hatalmat, micsoda felelősséget, milyen szabadságot kaptál. És élj ezzel a szabadsággal, működtesd ezt a szabadságot. Azt mondja Isten, hogy abban gyönyörködik, hogy most beszéltünk az elmúlt hetekben a gyereknevelésről, és melyikünk örül, és ez is elhangzott, melyikünk örül annak, hogyha a gyereke csecsemő marad, hogy babusgathassa élete végéig. Teljesen abnormális dolog. Egyetlen egy normális ember nem gondolkozik így. Az egy más kérdés, hogy felnőttként is babusgatja, meg uralkodik rajta, de ez abnormális. Mindegyikünk annak örül, ahogy fölnőnek a gyerekeink, egyre értelmesebbek, egyre önállóabb. Egyre jobban látjuk az életükben megvalósulni, megnyilvánulni az érettséget. És elkezdjük őket partnerként kezelni, elkezdjük őket bátorítani, elkezdjük felfedezni bennük az értékeket, ezt bátorítva, erősítve, gyönyörködünk abba, hogy ő jobban tud angolul, gyönyörködünk abba, hogy ő magasabb iskolai végzettséggel bír, gyönyörködünk abba, hogy sikeresebb az életben, mint én. Egyáltalán egy normális apa sem lesz féltékeny, és nem fogja gyűlölni ezért a fiát.
És azt mondja az ige, hogyha ti gonosz létetekre, jók tudtok lenni a gyerekeitekkel, mennyivel inkább jó veled a mennyei atya. Az mennyei atya azt akarja, hogy egészséges légy. Azért halt meg ott Jézus a kereszten, azért volt ott némán agyonverve, azért hordozta a sebeiben a mi betegségeinket, mert nem akarja, hogy kevésbé légy egészséges, mint ő most. Nem akarja, hogy a bűn elnyomjon téged. Nincs hatalma a bűnnek az életed fölött. És minden normális apa örül, amikor sikeres és futja a pályát a gyereke. A mennyei atya meg leginkább örül, amikor az ő gyermekei futják a pályát, és nem szerencsétlenkednek, és nem a maguk nyavajáival vannak elfoglalva. Nem a hétköznapoknak a kis pitiánel, sárga csekkes balhéjai töltik el az életüket, a gondolkozásukat, hanem fölemelkednek, mint a sas, és kimennek, és végrehajtják az Istennek az akaratát, és megjelennek Isten fiaiként ebben a világban. És akkor nem fogja a világ azt mondani, hogy a kereszténység az egy büdös lábú szektaság. És nem kell közéjük menni, mert még a szaguk is rossz, hanem normálisak leszünk. És nem a bűnben leszünk normálisak, hanem az identitásban leszünk normálisak. Abban leszünk normálisak, hogy amikor megjelensz egy helyzetben, van válaszod. Van megoldás a kérdésre. Ott van benned a válasz, a názáreti Jézus Krisztus, aki mindenre és mindenkor, kivéve a mókus esetében, a válasz. Amen. Ezért fogunk úrvacsorát venni. Ezért lesz Jézus vérével és testével közösségünk, hogy megerősödjön az identitásunk, megerősödjön az a hatalmas szabadság, amire Isten elhívott. Annyira döbbenetes, amikor jönnek hozzám testvérek, és fölteszik a kérdést, hogy most ez jut eszembe, szabad-e inni egy pohár bort? A válasz itt határozottan és egyértelműen az első sorból az, hogy nem. Látszik, hogy milyen nyomorultak vagytok. Meg vagytok nyomorítva. Nem. Nem lehet föltenni ezt a badar kérdést. Abban a pillanatban. Mert ha az egyik azt mondja, hogy ő nem iszik az Úrért, akkor jól teszi. És kimondhatja neki, de így áll. Mert ha nem iszol, akkor nem is vagy jó keresztény. Hallottatok ilyen? Nincs ilyen. De aki meg nem iszik az Úrért, az nem mondja arra, aki meg megiszik jó lelkiismeret egy pohár bort, hogy mit csinálsz, te nem is vagy keresztény, mert bort iszol. Részeges szent vagy. És lehetne sorolni. Az egyik zöldséget eszik. Egyen az Úrért. Nagy baj az neki. De nem érdekes. Ő tudja. Nem a basára gondoltam. Most ne szórakozzál már. A másik meg a sonkát eszi húsvétkor. A húsvéti sonkát. Kit érdekel, hogy te sonkát vagy nem sonkát eszel? Ha eszed és hálát adsz, és az Úrért eszed, akkor egészség lesz neked. Áldás lesz neked. És lehetne sorolni, és tilalom fákat, és mindenféle dolgot csináltunk az evangéliumból, a jó hírből, ahelyett, hogy Isten fiaiként megoldásokat mondanánk az embereknek, és azt mondanánk, hogy térj meg Istenhez, békélj meg az Úrral, és onnantól kezdve ő fogja irányítani a te lépteidet, ő fog vezetni, ő fog utat mutatni, és a szeretetével mindenen át fog vinni, mindenen, ami ebben az életben kihívás. Az anyagiak, a betegség, a szükség, minden szükség kihívásán, és minden kihíváson, ami ebben az életben van, át fog vinni az ő szeretetével. Éljetek így, méltóan ahhoz az elhíváshoz, amellyel elhívattatok. Köszönöm, hogy meghallgattatok.